Kökény Beatrix neve az elmúlt évtizedekben összeforrott a Ferencvárosi Tornaklubbal. A korábbi kiváló kézilabdázó édesapja a labdarúgóként a Fradit 1961 és 1964 között szolgáló, a fél évvel később VVK-t nyerő csapatban is szerepelt Kökény József révén is ezer szállal kötődik klubunkhoz. Azonban nem a Ferencváros játékosaként kezdte kézilabdás pályafutását. Nem sokáig kellett várnia viszont arra, hogy hazataláljon. Július 1-én ünnepelte ugyanis kereken a 30. évfordulóját annak, hogy aláírt az FTC-hez, ez a kapcsolat pedig azóta is tart. Ahogy fradista berkekben mindenki ismeri és szólítja, Köke 1992. július 1-én igazolt a Népligetbe az Építőktől. 23 éves korára már háromszoros magyar bajnokként és a válogatott stabil tagjaként, valamint az évjátékosa cím kétszeres birtokosaként. Akkoriban nem úgy igazoltak, mint most, hogy már ősszel, legkésőbb télen eldőltek az átigazolások, hanem május vége fele, június elején kezdtek keresni a klubok. Ugye nem jöttem messziről, a szemközti Építők pályáról sétáltam át az Ebrán, és itt is voltam a Fradiban. Úgyhogy akkor kezdtük a tárgyalásokat, persze több kérőm is volt, szerettek volna vidékre is csábítani, és Pesten is volt több kérőm, de végülis a Fradi mellett döntöttem, ami így visszatekintve életem egyik legjobb döntésének bizonyult. Úgyhogy izgatottan vártam a kezdést, nem július 1-én kezdtük az alapozást, hanem picivel később, és az első edzéseken nem is kellett részt vennem, mert júniusban még voltam a válogatottal mérkőzéseken, úgyhogy körülbelül olyan július 10-e lehetett az első edzésem. Hát más világba csöppentem, hogy az Építőkből úgy érkeztem, hogy háromszoros bajnoknak mondhattam magam, de kb. 30-40 szurkolónk volt, tehát nem volt egy nagy bázis az Építőknek. És átjöttem, és itt már az első meccseken is komolyabb szurkolótábor volt, holott azért a Kisfaházba 200-300-nál több ember nem fért akkor be. És ugye jöttek az eredmények, jöttek a sikerek, folyamatosan nyertünk, így évvégére pedig már egy olyan bajnoki döntőt tudtunk játszani 93 júniusában, hogy 4000 ember a akkori BS-be kilátogatott a mérkőzésünkre. Ezt a bizonyos bajnoki döntőt ugyan elvesztette a Fradi, de Kökény Bea első ferencvárosi idényében magyar kupa sikerrel vigasztalódhatott. Ezt pedig még 5-5 bajnoki és kupa győzelem, valamint egy KEK döntős szereplés követte. De ne szaladjunk ennyire előre. Érdemes ugyanis felidézni Köke első ferencvárosi tétmérkőzését, amely jeles találkozó volt, hiszen 1992. augusztusában ezen a bajnokin búcsúztatta az FTC Elek Gyulát. A mérkőzés elején azt láttam, hogy én ültem nyugodtan a padon, a többiek pedig rohangáltak, leginkább a WC-re, nagyon ideges volt az egész csapat, és akkor így megkérdeztem, hogy most miért vagytok idegesek? És akkor mondták, hát mert a BHG-val játszunk. Hát mondom, jó, de őket szerintem meg tudjuk verni, mi is mindig megvertük őket 10-zel, úgyhogy ezen nem kell idegeskedni, és végülis meg is vertük őket több mint 10-zel. Úgyhogy aztán ugye azt hozzá kell tenni, hogy 12. helyen végzett előző évben a Fradi, és nem voltak annyira hozzászokva a győzelmekhez, de aztán ugyanolyan önbizalmuk lett, mint nekem egy pár meccs után, és akkor ez már nem volt jellemző, de tényleg egy sima meccset játszottunk akkor. Ahogy említettük, a Ferencváros női kézilabdázói a következő években hamar hozzászokhattak a hatalmas sikerekhez. Kökénybe a oroszlán részt vállalt ezekből. 2001. júniusáig tartó játékos pályafutása, amely alatt 423 mérkőzésen 1299 gólt szerzett. Összes nagy meccsét és sztoriát felidézni pedig talán egy teljes adás sem lenne elegendő. Ezért arra kértük legendánkat, hogy címszavak segítségével idézze fel 30 éves ferencvárosi pályafutása legjelentősebb pillanatait. Nincs. Nem nagyon emlékszem. Egy-két gólomra emlékszem a pályafutásomból, de nincs meg ez. És melyik akkor az, amelyik így megmaradt? Amelyik megmaradt? Fú. Az biztos, hogy az utolsó... Nem, az így nem az utolsó gólom. Ami a legemlékezetesebb, az már a búcsú zásomkor. Elődöntőt játszottunk a Dunaújvárossal Debrecenben a Magyar Kupában, és én lőttem az utolsó hetest
Hozzátartozik, hogy volt, amikor sokat lőttem, akkor már kevesebbet, és a farkaságit kiállították, tehát ő nem lőhetett már hetest, és én bevágtam, és azzal jutottunk a döntőbe, úgyhogy arra pontosan emlékszem, hogy visszaalsó, ami ugye azt is szokták mondani, hogy általában az ember azt lövi, hogyha ha így kicsit tart valamitől, tehát hogy azt egyébként meg lehet könnyen fogni, de nekem bejött akkor, és Pálinger Kati állt a kapuba, tehát azt gondolom, hogy az egy fontos gól volt, és arra mindig is emlékezni fogok. Hát abban rengeteg van, nagyon sok mérkőzést játszottunk, ugye voltunk egyszer 100%-os bajnokok is, akkor a Debrecen volt a nagy ellenfél, és Debrecenben nyertünk. Az is egy fontos meccs volt, ugye a KEG döntő 94-ben az szintén emlékezetes volt, de sajnos ott vereséget szenvedtünk, és utána pedig a Dunai Város volt a vége fele már a nagyon nagy ellenfél, és azt hiszem, hogy 99 őszén egy nagyon jó Dunai Várost tudtunk megverni az otthonába, és gyakorlatilag azzal megszereztük a bajnoki címet. Mindenképpen ugye a 100% az első bajnokság, 93-94-es idényben, a 95-ös 100%-os bajnokság, és az előbb említett 99-2000-es bajnoki cím, ezek voltak szerintem a legnagyobb sikerek. És hát nyertünk még magyar kupákat is, de ugye azok sokkal rövidebb időszakról szóltak, mint egy bajnokság, úgyhogy hál' Istennek azt is nyertünk itt egy párat. És nemzetközi porondon? Nemzetközi porondon mindenképpen a KEG döntő volt, ami a csúcspont, sajnos BL döntőt nem tudtam játszani. Így is vonultam vissza, hogy itthon kikaptunk a Viborgtól 2001-ben. Az sajnos hiányzik a nemzetközi kupa győzelem az érmeim közül. Hát mindenképpen ugye ez a kettő, amit előbb említettem, azt nagyon sajnálom, illetve volt szanszunk bejutni még a BL döntőbe egyszer, és Brémába kikaptunk, pedig kimentünk előbb, meg készültünk, de mégse sikerült oda jutnunk. Hát egyik legfontosabb ember ugye az edzőnk, Németh András, aki csapatot tudott kovácsolni belőlünk, és tényleg 12-ek voltunk előző évben, mármint a Fradi 12-dik volt, és utána pedig másodikok lettünk. Tehát nagyon jól indult az egész, hát és az életre szóló barátságok, amik azóta tartanak, és hál' Istennek több volt csapattársammal együtt dolgozhatok. Kiemelhetem a Fidler testvéreket, Szarka Évát, Pádár Ildit, Tóth Beát, tehát velük folyamatosan azóta is napi kapcsolatban vagyunk, és hál' Istennek, tehát ez a legnagyobb érték, amit itt kaptam, az, hogy ilyen barátokra leltem. Barátokra és családra is, hiszen Kökény Bea számára játékos pályafutása lezárulta után sem volt kérdés, hogy a Fradi család tagja marad. A mai napig a klub szolgálatában áll, jelenleg az FTC Kézilabda Akadémia sportigazgatójaként. Mi pedig azt kívánjuk, hogy ez a kapcsolat tartson még legalább újabb 30 évig. Amikor belecsöppentem, akkor tényleg egy olyan világba érkeztem, hogy találkozhattunk itt nap mint nap a focistákkal, a vízilabdásokkal, rengeteg sportoló volt a telepen, tehát ez is egy újdonság volt számomra. Szerintem elég hamar megéreztem azt, hogy nagyon jól éreztem magam, nagyon jó volt a csapat, és nagyon jó volt az egész légkör, nagyon, nagyon baráti volt. Ugye nem lehet összehasonlítani azt az időszakot a mostanival, tehát tényleg mindenkit ismertünk, egymás meccseire folyamatosan jártunk, úgyhogy ez nagyon hamar eldőlt, hogy én innen nem nagyon szeretnék elmenni, és hál' Istennek nem is kellett sehova elmennem. Meghallottam a közönséget a harmadik, negyedik győztes meccs után, és tényleg szerintem akkor ez eldőlt, hogy én innen szeretnék visszavonulni.